Na, sziasztok! Főzünk paradicsomos káposztát füstölt porccal. Na, kell hozzá egy fej közepes vörös hagyma, amit egy kis olajon el is kezdek párolni. Egy szép közepes fejes káposzta gerslé, sűrített paradicsompüré, és a gyönyörű, finom, húsos füstölt porc, amit mindjárt fel is kockázok. Teszem is rá a piruló hagymára. Picit egybesütjük, egybepirítom a hagymával. Amikor már itt egybesül, érzed a füstölt porcnak az illatát. Kerül rá színes paprika, só, bors, paradicsompüré és a gerslé. Mutatom. Tettem rá delikátot, borsot, színes paprika, és már megy is rá egy kis víz. Fél pohárnyi gerslé. Sót inkább ne tegyetek bele egyelőre. A füstölt porc sós, maradjunk a delikátnál, meg a borsnál. Egy kis paradicsompüré következik. Paradicsompürét is mindenki annyit tegyen bele, amilyen paradicsomosan ezt szereti. Egyelőre ennyi, utólag még lehet pótolni a paradicsomot, hogyha nem lenne netalántán elég paradicsomos íze. Még öntök rá egy kis vizet, hogy tudjon főni a porc és a gerzsli. Mivel a káposzta sokkal hamarabb megfő, mint a porc, ezért a porcot most így fedő alatt főzöm. Ennyi kis csilipaprikát török bele, picit csípősen esszük, aki nem akarja csípősen, kihagyja a paprikát. Addig a káposztát ilyen félbevágott csíkokra felszeleteljük, de van, aki kockára szokta vágni, ez egyéni, ez is, drágáim, úgyhogy addig felszeleteljük, míg fő a husi és az árpakása, ugye? Na látjátok, ahogy dagad megfele az árpakása, minél jobban fő, annál jobban megy le a leve, és ilyenkor pótoljuk vízzel, mert még mindig főni kell az árpakásának és a husinak is. Csumi! Így megint kellő víz van rajta, és puhulhat, főhet benne tovább. Sziasztok! Látom, már puhult az árpakása. Meg a hús meg is. Meg a hús is. És akkor rámehet majd a káposzta. Akkor már rátesszük, most rá is tesszük, megmutatjuk a húsi. Na már most már így látszik rajta, amikor puha az árpakása, puha a húsi, rákerül akkor a káposzta, ahogy a bátyja mondta. Így szépen, csinosan összeforgatod a káposztát a húsival. Pici vizet még egy nagyon kicsit öntesz rá, fedő alatt főzzük. Látjátok, milyen szépen összefőnek az összetevők, a káposzta, a húsi, a gerslivel, mindennel együtt. Amikor már a káposzta nem ropog és meghúl, akkor van kész, de majd mutatom a végeredményt. Ilyenkor kóstolj bele, kele bele paradicsompüré még, só vagy bors. Most kell megnézni, mi hiányzik. Én még egy kis paradicsompürét teszek bele. Még egy kis félkanállal. Na és kész van a káposzta, jön a kóstolás. Bátya már darálja bele a paprikát, gyerekek. Még egy kis erős paprika, biztonság kedvéért. Na, tudjátok, hogy paradicsomos káposzta, nézzed milyen. Megy ma? Megy, hát. Majd levágod. Nem baj. Na, sziasztok, sziasztok, paradicsomos káposzta. Vagy, gusztan vagyok. Alig várom, vagyunk, már ureszkedek. Illata nagyon finom. Füstölt porccal van. Elmondom nektek. És tűz forró. Vigyázz. Nyelv szerkezetre. Nagyon jó. Jó, megfőt. Lássátok is amúgy rajta. Megfőt a kábli. Jó, ő is paprikával. Aki szeretne, csak Gyurjóhoz. Bodak. Aki szeretne, gyúrjon hozzá a bodakot. Én nem gyúrtam most neki hozzá a bodakot. Ennyi. Jó? Nagyon finom. Tessék. Köszönöm. Egyébként kalapozzá belőle.
Na, hát a... Szeretik, ha kóstolsz, hát a... nézni, hogy ha eszel... Kóstoljátok meg. Jó, hogy csinálja nagyon a Linda. Mi így szoktuk, füstölporccal, van, aki disznóhúst is tesz. Füstölporc nagyon finom hozzá. De ebben a gyerekek nem lehet mellékelni. Na, lássátok a kóstolási magáé beszél. Legközelebb majd megint kitalálnak valami finomat, ami még nincs fent itt. Gyerekek. De mit szeretnék majd? A tárkonyos ragú leves, de majd még elválik. Nagyon finom szívem. Nagyon fájás bugár. Másnap hidegen eszel. Hogy mondom, másnap hidegen, nem szeretem emelegíteni. Hidegen olyan jó. A hűtőből, ahogy kivesszük. Na, annyi van. Méhés vagyok, sziasztok, próbáljátok ki, fent lesz a recept TikTokon. És csókoljuk a szíveteket. Kóstolási, kodolási. Sziasztok, gyönyörű szantusék! Főzünk finom rakott, kell káposztát. De mi baja van a hajamnak? Olyan fur. Várja. Felestem. A hajam messzé csúcsott. Tehát finom rakott, kell káposztát készítünk, mutatom a szituációt. A kell káposztát leveire szedtem, tehát levelekre szedtem, és feltettem sós vízben főzni. Közben fogod a darált húsidat, hát 1 kg 20 dekányi, kevés olajon egy kicsit megpárolom. Eközben egy pohárnyi rizst is kifőzök hozzá. Ezeket most mind külön-külön fogom előfőzni. Valami ébolom vagyok. Tehát a rizs fő, káposzta leveleket leszűrjük. Ja. Párolom a húsit, eközben főszerezem, kerül bele egy gereszt fokhagyma, egy ekkora. Borsozzuk. Ízesítőzzük. Mustározzuk, tegyetek bele mindenfajta téren egy kis kanálnyi mustárt. Ennyi mustárt hozzácsapok. Hagyd ki a mustárt, nem bánod meg. Eközben a rizst leszűrtük. A húsit pároljuk tovább. Így most már össze van rottyanva a darált hús. Rátesszük a rizst. Összekeverjük, összefőzzük. Kóstold meg még egyszer, kele bele valami ízesítőszer. Én még tettem hozzá. Oké, el lehet zárni, kész van. Összerakjuk az egészet. A darált húshoz szeretnél tenni színes paprikát, ne fogd vissza magad. Tegyél bele. Én nem szoktam, mert akkor kúba az ízű. Olajozott tepsinek az aljára tesszük a kelkáposztát. Ennek a tetejéről a darált húsi musi. Na, akkor itt tartunk, hogy a kelkáposzta tetejére rátettük a darált húsit. Tetejére megint kerül kelkáposzta. Éppen el kell oszlatni a tetején, nekem most kicsit kevesebb lett a kelkáposzta, de így is jó lesz, megy rá a tejföl. Hát egy ilyen nagy vödörös tejfölt sikeresen el lehet rajta oszlatni amúgy. Így, és akkor megy be a sütőbe. Na és akkor légkeverésesen 220 fokra tettem be az a haj. Egyelőre 220 fokon sül, aztán már ha nagyon sül, akkor lejjebb szoktam venni. Megfizsükörök. Na, mennyivel másabb. Na, így kellett volna kezdenem a videót, már mindegy. Amúgy tudom, miért állt úgy a hajam szét. Ma a Tesco-ba engem minden megrázott. Rázott a kosár, minden fémes dolog, ami ott található, ütött csapott. És láttátok, milyen volt a hajam? Na most sül olyan fél órája, lejjebb vettem most már 180 fokra, és még sütöm tovább. 45 perc sütés után kivettem, hagyjuk hűlni, és utána kitálalom. Kis nyami. Olyan jó benne a mustár. Ha még nem próbáltad így a darált húsit, hogy teszel bele mustárt, itt az ideje. Csak annyit tegyél bele, mennyit én tettem. Egészségetekre,
Sziasztok, babák!